Menjen egy pörgetésen, azt mondom. Wow! Petra Petya nyert! Méghozzá egy pólót! Egy pólót nyert! Az első dolog, amit sorsolunk, az egy póló volt. Ez durvácska. Gratuláljunk neki. Most három szab fog jönni, figyelj. Várjál, az nem volt meccse, hogy kitörlődjön az ember, hallod? Az mekkora szerencse, hallod? Nem mentem rá, hogy remove, és ő kapta megint. Ez amúgy rég, 55 emberben, erre mekkora esélye van? Soha nem menj kaszinózni, hallod? Az összes szerencsédet itt rontottad el, szerintem. Amúgy. Ezt nem is értem, hogy ez hogy lehetséges. Na, csak ezért kapsz egy szabot is. Ez hihetetlen. Na most megint nem fogunk kivenni belőle, mert kíváncsi vagyok, hogy harmadjára is megnyerje, mert akkor szerintem itt valami probléma van, nem? Nem. Így, harmadjára már nem. Kéred a kontroller? Itt van vajon a cseten? Övé a P4, övé lesz a P4 kontroller, hogyha kell neki. Na jó, hát akkor ez menni fog Maxi Almának, örülni fog, remélem, ennek az Epic Controllernek. Ő mondjuk lehet, hogy a kép alapján nem tudja, hogy ez kamu, de lehet, hogy ezt el kell neki mondani amúgy, hogy nem a legjobb minőségű, de amúgy működik. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Nézzük meg ezt a vidikét, hoztam nektek. Ön milyen értékelést adna egy olyan kórháznak, ahova mondjuk befekszik egy kórteremben és 30 fok feletti hőmérsékletet tapasztalna? Estír. Egy 5-ös skálán. 5. Természetesen elégedetlen lennék, és azt szeretném, hogyha minden egyes kórterem klimatizált lenne. Az, hogy klímaberendezés van, méghozzá működő és fertőtlenített, az nem feltétlenül jelenti azt 38, 39, 40 fokban, hogy 22 fok lesz a kórházi termekben. Ez máshol is probléma, nyilván a kórházakra kell az energiákat összpontosítani, de egész egyszerűen sok olyan... Ez nem kell szerintem 22 foknak lenni amúgy már, szerintem 25-tel is meg lehet elégedni. Még egy 26 fokban is szerintem meg lehet lenni, de az, hogy 30 fok van a kórházban, az már kicsit sok szerintem. Meg 40 fok van a kórházban. Működött a klíma, és a hálózat nem bírta el. Én is jártam olyan kórházban, működött a klíma. Én kicsit nem feküdt ebben kórteremben, de jártam olyan kórházban. Persze, hogy nem, mert te magámba mész. Igen, azt a habarok finanszírozzák. A helyet ugye, amit kéne, hogy finanszírozzanak. Ennek ellenére közelített 28-29 fok volt, közelített a 30 fokhoz a hőmérséklet. Kint viszont 38 volt. Hát sajnos hálózati probléma is van. Lehet még nagyobb. Hálózati probléma van. Hát akkor ez, hát csak úgy van ott a probléma, és így jó, nem kell megoldani semmi para. Mert amúgy tavaly nyáron nem voltam úgy meleg, meg azelőtt se. Nem lehetett volna ezen gondolkodni, nem. Csak most van az első olyan nyár Magyarországon, hogy nem esik a hó konkrétan, nem? Tehát így meg vagyunk lepődve azok, hogy nyáron meleg van. Úristen, egész eddig lehetett volna ellene cselekedni, hogy ne legyen annyira meleg. Kifogások. Kibaszott kifogás. Meg lehet kísérni, hogy hogyan lehet még nagyobb kapacitású klímaberendezéseket beszerezni. Nyilván egy ilyen nyár után a KEF-nek, a kórház fenntartónak az is feladata, hogy áttekintse ezeket a lehetőségeket, mert úgy tűnik, hogy hosszabb távon kell ilyen nyarakkal számolni. És az is feladat, hogy egy általános protokollt is dolgozzunk ki. Ha, amúgy igen, de legalább a tűzijáték szép volt, srácok. Megnéztétek a tűzijátékot? Ott voltatok? Láttátok, hogy elégették az összes adónkat? Mennyibe került? 15 milliárd forintba? Az egy megyei jogú városnak az egyéves költségvetése amúgy, csak mondom. Csak 15 milliárd forint, az teljesen jó. Szükséges amúgy. Remélem új évkor is lesz, és akkor is legalább ekkora. Mert lehet, hogy vannak olyan semmilyen fájdalommal nem járó műtéti beavatkozások, ahol egy vagy két hét halasztás ilyen esetben praktikusabb. Igen, a műtétek elmaradhatnak, a tűzijáték az nem. De ebben is jobb a szakmával való párbeszéd, az ott esetben az orvosi kamarával való párbeszéd, és... Ja, igen, országos, meg nem csak országos szintű probléma, hanem hogy mindenhol ez probléma, igen. Biztos vagyok benne. Keressenek egy olyan német kórházat, ami hasonlóan néz ki, mint itt egy-két magyar kórház. Nem hiszem, hogy olyan sokat fogsz találni Németországban, szerintem egyet sem amúgy, ki tudja. Lehet, hogy amúgy ott is nyomorognak az emberek, és látjuk rosszul. És tényleg a Fidesz tudja jól, a kormány vágja az igazságot. És tőlünk meg elhallgatják a lipsik, és azt mondják, hogy ott mekkora királyság van, azt amúgy nem is. És a nemzetközi gyakorlatot megnézni, mondom, én nem tartom ezt alapvetően követendőnek, de látni kell, hogy Spanyolországban, Olaszországban ilyenkor ezt tömegesen csinálják.
az reális elvárás lenne, hogy a kórházakban legyen folyékony szappan. Ezt azért talán nagyon sokan meg tudjuk erősíteni, hogy a női mosdóban biztos lenne. Nekem is rosszabb, még a legjobb kórházakban is rossz tapasztalatom van. Igen, tehát én... Pont egy kórházban amúgy, ahol betegek vannak, meg ki vannak téve mindenféle fertőzésnek, nem tudom, tehát pont ott kéne amúgy jól fertőtleníteni. Tehát ahogy bemész azonnal, maszk minden, fertőtlenítsed magadat, hogy ne kapjanak el semmilyen dolgot, amit be tudsz vinni az utcáról. De ez evidens szerintem, még akár egy 8 évesnek is. Viszont a magyar kormánynak nem. És ez az, ami elég concerning. Amúgy, mert nekem ezt már óvodában megtanították meg. Hogy nem szabad belekenni a sárt a sebedbe, mert megdög lesz. Ez nagyon sok IQ kell amúgy, na mindegy. Amúgy lélegeztetőgépeket nem cserél valaki szappanra? Chat. Mert amúgy arra lehet, hogy tudnék egy jó bizniszt. Intézményvezetői alkalmasság kérdése is, hogy legyen szappan, és legyenek normális körülmények a mosdókban. Hozzáteszem, több 10 milliárd forintot fordítottunk a mellékhelyiségek, várók, mosdók felújítására. Különösen ott, ahol erre már jelentős pénzeket fordítottunk, elvárható lenne, hogy legyen szappan és legyen kész terület. Itt voltak azok, hogy mik valós információk, mik nem Magyar Pétertől. Föl van újítva a mosdó, de legalább nincs szappan. Valamit valamiért. 10 milliárd? Hát nem szappanra költötték valószínűleg. Egy olyan információ, hogy az idei nagy hőségben volt olyan időszak, amikor... De nem is légkondira. Budapestet és a Budapest környékét ellátó 4 sürgősségi centrumból 2 egyáltalán nem tudott fogadni betegeket a klimatizálás elégtelensége miatt. Ez valós információ? Nem tudok ilyenről, egyetlen egy a műtétekkel kapcsolatos pontos adat áll rendelkezésre, ami szerintem jól mutatja azt, hogy az a probléma, hogy elmaradtak beavatkozások, az nem volt valós, vagy nem volt jelentős. 5000-eléke volt a műtétek, amit át kellett ütemezni, 5000-eléke. Indul-e belső vizsgálat, vagy bármilyen hatósági vizsgálat azok miatt, az állapotok miatt, amelyeket Magyar Péter a Péterfi Sándor utcai kórház patológiáján, vagy a Ján Ferenc üzemi konyháján tapasztalt? Hát először is azt kell megvizsgálni, ezek az állítások igazak-e. Ujjaj. A kórházak szerint ezek az állítások nem igazak. Nem igazak azok az állítások, amiket a Magyar Péter mondott. Ott volt a kamerával vágod, kamerával mentek és megmutatták. Omladozik a fal, penészes a plafon, meg ilyenek. Nem igazak az állítások. Hát ott van a képernyőn az állítás. Belehazudta a kamerába, vagy máshogy nézzen ki, vagy mi? Direkt építettek egy rossz kórházat, ami ugyanúgy néz ki, mint a Szent János kórház. Emigrálni fogsz innen? Hát ezt nem csodálom. Sajnos nem foglak visszatartani ebben a döntésedben. Nincs ok arra, hogy bármilyen eljárás induljon. Tehát azok a felvételek, amik ott készültek, az a kórház szerint hamisítvány? No, tehát menjünk végig akkor, mert a kórházaktól kaptam egy tájékoztatást. Na! Ezt meg egyszer mondom, még csak nem is az egészségügyi kormányzat, hanem a kórházak tájékoztatása. Azt mondja, hogy a Váci Jávorszky Ödön kórház. Hoppá! Az kedves tesó. Nem igaz, hogy 16 frissen született kisbabára, 16 édesanyára egy ápoló jut. A valóság az, hogy minimum 2 szakápoló és 1 szülésznő dolgozik egy műszakban, valamint 2 szülésznő a szülőszobán. Ó, akkor 2 ápoló is jut rájuk. Kórház szülészeti osztálya a kiemelkedő teljesítményt és minőséget nyújt, nem igaz az állítás sem, hogy ugyanabban a kezelőben történik a fertőző és nem fertőző sebek kezelése. Fertőzött sebek kezelése és fertőzött betegek elkülönítésére szolgáló kórtermek külön kötözőkocsival vannak. Az igen, maximum, kösz szépen a subot, ezt a kontrollert fogom neked adni. Kötözőkocsival történik a kötözés az ágy mellett. A videóban van egy kép a belső udvari lépcsőről, amely valótlan színben tünteti fel a valóságot. Valótlan színben tünteti fel. Videóban van egy kép a belső udvari lépcsőről, amely valótlan színben tünteti fel a valóságot, ugyanis egy munkaterület részét vették föl, ami lezárt terület, az állványozás magát szándékosan nem kamerázták. Most végig mehetek Szent Imre, Szent János kórház. Tehát azt látjuk, hogy az egészségügyben dolgozók munkájának lejáratására van egy kísérlet. Ez nem az egészségügyben dolgozó embereknek a munkájának a lejáratása amúgy, barátom. Nem tudom, hogy vágod-e, de azok, akik ott dolgoznak, én azokat az embereket teljes mértékben tisztelem, és örülök annak, hogy ott vannak, mert szükség van rájuk. Respekt ezeknek az embereknek. Én adom, hogy ők ott vannak. Ez kurva, hogy ezt a munkát elvégzik. A probléma az, hogy ti nem adjátok meg a lehetőséget arra, hogy normálisan elvégezzék a munkájukat olyan körülmények között, ami esetleg méltó hozzájuk. Orvosokat,
tanárokat, olyan embereket, akik ennyire másokon akarnak segíteni, és nem magukon vágod, másokat raknak előnybe, az ilyeneknek szerintem meg kéne adni azt, hogy méltóságba csinálhassák a kibaszott melójukat, nem pedig azt, hogy ott vagyunk 60 fokba benne a kórházba, és döglünk meg a melegbe, meg még be vannak öltözve ruhába, tiszta izzadtak lesznek, nem higiénikus egyáltalán, ez k***va gáz. Kibaszott gáz, és nem a kórházi dolgozókat akarja lehúzni a Magyar Péter, hanem azt a kormányt, ami engedhette azt, hogy ilyen körülmények között kelljen dolgozni ezeknek az embereknek és betegeknek, szenvedni kelljen bemenni a kórházba, nem pedig meggyógyulni, baszod. Természetesen a magyar egészségügy sok szempontból szorul javításra, de elsősorban köszönetet kell mondanunk azoknak az orvosoknak és ápolóknak, akik egyébként rendkívül nehéz és meleg nyári időszakban rendkívüli körülmények között is helytálltak. Szerintem ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy helytálljanak a rendkívüli körülmények között, nem pedig az, hogy amúgy ne legyenek rendkívüli körülmények. Második pedig, hogy minden egyes olyan kórházban, ahol nehézségek merültek fel, akár a váratlan, vagy korábban nem tapasztalt hőség miatt, összességében azt eredményezte, hogy a műtétek 5000-eléke maradt el, illetve ezeket kellett átütemezni. És egyébként pedig tényszerűen leírják a kórházak, hogy nem igazak, manipuláltak azok az állítások, amelyeket... Manipuláltak az állítások? Jézusom, haver! Magyar Péter, illetve a Tisza párt megfogalmazott. Na, a kérdésemben a Jan Ferenc kórház és a Péterfi Sándor utcai kórház szerepelt. Esetleg megnézni a miniszter úr a listáját, hogy... Péterfi kórház valótlanságot állítanak a Tisza párt képviselői látogatásukról. Nem igaz az, hogy nem engedték be a két európai parlamenti képviselőt az intézménybe. Közzétett videóban is jól látszik, az épületen belül tartózkodnak. Ajtót a kórházvezetés nem zárta be, amint tudomásunkra jutott, hogy egy olyan ajtón akarnak bejutni, ami állandóan be van zárva, megengedték azt, hogy bejussanak. Tehát akkor a Magyar Péter rossz ajtón akart bemenni abba a kórházba, és az volt a baj? Azért tűnt úgy, mintha nem engedték volna be? Mert benne van a videóban, hogy melyik ajtón akar bemenni? Mert melyik kórház volt ez olyan? Belül tartózkodnak, manipuláltak azok az állítások, amelyeket Magyar Péter, illetve a Tisza párt megfogalmazott. A kérdésemben a Jan Ferenc kórház és a Péterfi Sándor utcai... Lemikuk. Magyar Péter. Tégláról téglára, kedveseim, honfitársaik, embereim. Melyik kórház volt ez? Péterfi? Péterfi Sándor, nézzük, hogy mi volt itt. Most csak 4 perces, 3 és fél perc, na. Pont ezt néztük, de hát akkor arra emlékszem is, hogy itt amúgy be tudtak jönni. Itt mondta, hogy nem engedték be először. Hát itt a végén mondja. Tehát a kórházi betegeknek az ételi... Ja, hogy itt tolják keresztül az emberek kajáját? Az jó amúgy. De legalább le van zárva amúgy, hello. Klíma nincsen és 40 fok van, de nem tud, nincs olyan kijárata és bejárata a kórháznak, ahol nem a propagandát tudják olvasni Magyar Péterről, a hazugságokat és a Tisza pártról. Erre van pénz Magyarországon. Rogán Antal minisztériumának az éves költségvetése 650 milliárd forint, a propaganda minisztérium költségvetése. Az igen, ott van. 1000 drón, 45 000 rakéta, 5 kilométeren rekordokat dönt az idei tűzijáték. Wow! Megdöntötte a rekordot! A legdrágább tűzijáték egész Európában úgy, hogy mi vagyunk a legszegényebb európai ország. Ez tényleg egy rekord, meg gratulálok hozzá! Jók vagytok. Ez tényleg rekordokat dönt, csak nem jó értelemben. Intézmény több irányból is megközelíthető, nem fel meg a valóságnak az sem, hogy a betegek és a látogatók nem tudtak bejutni az épületbe. A betegek ezen a napon is, a betegek számára ezen a napon is biztosított volt a megfelelő ellátás és a látogatás lehetősége. És az intézmény végig együttműködött a képviselőkkel, de mindent megtett annak érdekében, hogy a látogatásuk zökkenőmentesen és ne okozzon fennakadást a betegek ellátásában. Sajtóban megjelent ferdítések az intézmény iránti bizalmat ássák alá, miközben ők köszönetet mondanak az ott dolgozóknak. Azt tudom mondani, hogy minden egyes kórházlátogatás alatt olyan valóta állításokat fogalmaztak meg, ami egész egyszerűen tényszerűen az adott kórházak szerint nem igaz. De hát, hogyha látjuk azt, hogy milyen állapotok vannak, ott van a hőmérő, itt most, hogyha még minden más is nem igaz, amit mondtak, pedig azért olyan sok dolgot nem mondtak, mert megnéztük a videót, de tegyük fel, hogy akkor azok nem igazak, de látszott, hogy nem klimatizáltak azok a helyek, gondolom nem manipuláltal ment oda, hogy többet ír, mert akkor mit tudom én, mondjuk 28 fok van és kiírja, hogy 34, hozzáadhatott, valószínűleg nem egy ilyen hőmérővel mentek a Magyar Péterék oda, de
Ki tudja. Tehát akkor jól értem, hogy a Péterfi Sándor utcai kórház nem cáfolta azt, hogy olyan állapotok vannak a patológiáján, amelyeket Magyar Péter bemutatott. Én a Péterfi Sándor kórház közleményéből egy részt tudok most önnek felolvasni. Ha bárhol bármilyen szabálytalanság van, akkor szakmai kérdés ennek a kivizsgálása. De az egészségügyi rendszer lejáratása az nem szakmai kérdés, és nem is fogadható el. Nem. Ez annyira gázom, úgyhogy Magyar Péter az megmutatta ezeket a dolgokat. Lehet, hogy úgy forgatta a dolgokat, hogy kicsit rosszabbnak tűnjön. Benne van, tudod? Azért őnek nyilván az a célja, hogy ezt a rendszert leváltsa, meg a Fideszt rossz színben tüntesse föl. De szerintem nem a Magyar Péter járatja le azzal, hogy megmutatja. Mert ezek a dolgok, ezek valósak. Itt ti járattátok le saját magatokat, hogy ezt megengedhettétek, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Lehet, hogy nem ellopni kellett volna az országot. Délpesti kórháztól érkezett közlemény? Érkezett, ott azt mondják, hogy nem penész található a plafonon, hanem a főzés során, ahogy a zsír kicsapódik, arra esetlegesen por száll, és azt találta ott Magyar Péter. Semmiképpen sem penészt. Ez volt a közlemény a kórháznak. Wow. Ráment a zsírra a por. Ez sokkal jobb. Nem penész volt, csak poros zsír. Tiszta zsír minden. Poros zsír, az teljesen jó amúgy. Nem penész található a plafonon, hanem a főzés során, ahogy a zsír kicsapódik, arra esetlegesen por száll, és azt találta ott Magyar Péter. Na, és ezt nem kellett volna letakarítani onnan amúgy, ez tényleg sokkal jobb. Ezt kajak kimondta, ezt nem is hiszem el, hogy ezt kimondta. Ezt miért mondta ki? Hát ez nem sokkal jobb. Ezzel nem ásták ki magukat a szarból szerintem. Nem a legjobb közlemény. Semmiképpen sem penészt. Ez volt a közlemény a kórháznak. Nem penész volt. Hát de bocsánat, így kell kinézni egy konyhának. Ne haragudjon, nem ott dolgozom. Nem. Kérdezzék meg ott az ott dolgozókat inkább, igen. Nem valóan a kórház ki fogja vizsgálni, hogy ez megfelel-e egyébként mindenféle egészségügyi körülménynek. Biztos, igen. El tudtad volna mondani józan paraszti észsel is, hogy nem kéne így kinéznie. Ekkor álláspontot nem tudsz foglalni, akkor nem tudom, hogy kerültél oda a mikrofonok elé. Tehát egy icipici gerincet, hogyha tudna növeszteni, akkor ki tudta volna mondani azt, hogy nem. Ennek nem kéne így lennie. Mint én nekem, néninek, akinek nem tudom ki a neve, én a néni, akinek nem tudom mi a neve, mondom, hogy ez nem okés, mint magánember. Nem kell ez ott dolgozni. Mindegy. Nem ott dolgozom. Szerintem érdemes külön választani. Tehát az egyik, hogy természetesen mindenhol elvárható, hogy tisztaság legyen, rend legyen, semmilyen olyan körülmény, ami különösen fertőzésveszélyt növelne legyen. Ha valahol ilyen problémák vannak, ott az a kórház vezetésének és az egészségügyi kormánynak a feladata, hogy kivizsgálja és lépéseket tegyen. De az, hogy 10 állításból 6 vagy 7 egyértelműen valótlan, és ezzel akarjuk az egyébként rendkívül nehéz helyzetben is helytálló orvosok és egészségügyi dolgozókat lejáratni, és az ő munkájuk értékét kétségbe vonni. De miért, mikor vonta kétségbe a kórházban dolgozó embereknek a munkájának az értékét a Magyar Péter? Egyetlen egy ilyen alkalmat amúgy megmutathatna Gulyás Gergely, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mikor mondta azt a Magyar Péter, hogy ezek az orvosok f***ok, és hogy miattuk nem működik a klíma, mondjuk. Vagy nem tudom, hogy verik a betegeket, vagy nem tudom, mondott ilyet? Mert szerintem nem. Ez olyan durva, hogy ilyet mondott, hogy csak le akarja járatni a Magyar Péter az ott dolgozókat. Kurvára nem. Nem mondott egyáltalán olyat, amiben lejáratta volna. Sőt, még mondta is a Magyar Péter a videójában, hogy minden tisztelete azoknak az embereknek, akik ilyen körülmények között és ott tudnak dolgozni, és végzik a munkájukat, és nagyon jól végzik a munkájukat, például a Szent János kórházban. Erre tisztán emlékszem. Csodálja és tiszteli őket, ezt mondta Magyar Péter. Ez egész egyszerűen nem fogadható el. De miniszter úr, hogyha... Nem az történt, hogyha az történt valamit mondott, akkor tényleg nem lenne elfogadható. Ó, Istenem, ez a hazugságban meg folyamatosan... Fényképek vannak ezekről az állapotokról. Az anulálja azt, hogy egyébként a miniszter úr állítása szerint három másik állítás az valótlan? Hát fényképpel alátámasztott állítások is valótlanok, mint az most kiderült. Ha van olyan, ahol nem ez van, ott természetesen azt ki kell vizsgálni. Tehát azt tudom csak mondani, hogy egy normális intézményi működés mellett mindennek kell, hogy legyen felelőse. Igen. És ki a felelős? Azért, hogy látszik a penész a plafonon, ami amúgy zsír. Hát a kamerás nem. Ki más? Valótlan állítást csinált a kamerás azzal, hogy megnyomta a gombot. Hogy lehet valótlan állítás az, amit lefotóztak, és ott látszik a képen, ami ott van? Ja, de hát igen, azért volt valótlan, mert ugye nem penész volt, hanem zsír, ami poros a plafonon. A kórházban. Hihetetlen, hogy ezeket a szavakat egymás után mondom ki, és ez tényleg megtörténik. Gulyás Gergely. Nem is értem, hogy ő hogy tud ennyit hazudni. Mennyi pénzt fizetnek azért, hogy
ennyit hazudjon, és hogy ennyire szemrezzenés nélkül. De szerintem már amúgy kezdi is érezni azt, hogy egyre kínosabbak ezek a kormányinfók amúgy. Le a kalapa, hogy ő odaáll legalább a kérdéseknek, az ellenzéki, meg mindenféle sajtó kérdez ugye tőle. A dollár baloldal is kérdez tőle ugyebár, és legalább ő kiáll. Ennyit azért meg kell adni a Gergelyünknek, hogy ő legalább odaáll hazudni. A többiek még az se. Patológián az állapotok elfogadhatatlanok, akkor a kórháznak azt ki kell vizsgáltatni, a kórháznak választ, én azzal egyetértek, választ kell adnia. De az, hogy miközben az egészségügyi dolgozók azért tesznek meg mindent, hogy a betegeknek segítsenek, és a szükséges és normális egészségügyi ellátást biztosítsák, aközben ezt megnehezítendő különböző rágalmakat terjesztenek európai parlament. De most a... Úristen, ezt nem hiszem el. ...képviselők, ez meg nem fogadható el, és jó. Nem, nem fogadható el, hogy a Magyar Péter ilyen rágalmakat mond, de egy olyan rágalmat mondj már, ami személyes volt, baszod. Hogy mondjuk ez vagy ez az egy orvos, egy büdös köcsög mondott ilyet valaha a Magyar Péter? Nem. Téma letudva. És az a buta ember, aki meg nem gondolkodik, és úgy nézi ezeket a kormányinfókat, az meg úgy van vele, hogy ja, hát igen, hát a Magyar Péter, ez a kajak rossz, hát itt mondta Gulyás Gergely, hát ezek valótlan állítások, hát nem penész volt a plafonon, csak zsír. Ez témába ütköző. Nekem csináltad? Hadd nézzelek. Nagyon szép vagy. Nyisd ki, papa. Nagyon félek. Egyelek meg! Ó, egy G. Ez jó, ez amúgy ezt adom. AI volt. Jól látszik, hogy itt egy célzott lejárató kampány van. Igen, általatok lejáratjátok az egész országot. Nem tudom, hogy feltűnt-e, vagy hogy esetleg valamikor fel fog tűnni. Ó, bazd meg! Jézus! Azt kúrva, ebből 3 percet néztem meg szarás közben, és tudtam, hogy nagyon ideges leszek, és muszáj streamben megnéznem, de ezt nem gondoltam, hogy ennyire rossz ez a videó. Ezeket a problémákat a dolgozók is évek óta jelzik, akkor ők sem mondanak igazat? Nem. Hát most ön általánosan megfogalmaz egy állítást, ami a valóság... Én sem mondok igazat? A valóság... Hallod, ez... Azt mondja, ön általánosan megfogalmaz egy állítást. Miért? Az nem egy általános állítás, hogy a Magyar Péter rágalmaz? Hát bizonyítékot nem mutattál rá, tehát teljesen egy általános állítás. Akkor az is hamis. Saját magának mond ellent. Azzal a dologgal érvel, amivel ellene is lehet érvelni. De miniszter úr, hogyha fényképek vannak ezekről az állapotokról, az annulálja azt, hogy egyébként a miniszter úr állítása szerint 3 másik állítás az valótlan? Hát fénykép... fel alátámasztott állítások is valótlanok, mint az most kiderült. Ha van olyan, ahol nem ez van, ott természetesen azt meg kell, ki kell vizsgálni. Tehát a kórháznak azt ki kell vizsgáltatni, a kórháznak választ, én azzal egyetértek, választ kell adnia. De az, hogy miközben az egészségügyi dolgozók azért tesznek meg mindent, hogy a betegeknek segítsenek, és a szükséges és normális egészségügyi ellátást biztosítsák, aközben ezt megnehezítendő különböző rágalmakat terjesztenek európai parlamenti képviselők, ez meg nem fogadható el, és jól látszik. Na hát, itt is azt mondja, különböző rágalmak. De itt nem tudjuk, hogy most itt milyen rágalmakról van szó, hogy most az a rágalom, hogy a plafonon nem izé volt penész, hanem zsír, az nem tudom, hogy jobban hangzik-e, de legyen akkor az a rágalom, vagy nem tudom. ProArmin 10-0 killer mondja, de nem baj, lőjünk ki 15 milliárdos tűzijátékot, miközben a kórházak már lassan szinte leomlanak, olyan szar állapotban vannak. Igen, ezt mondtam itt az imént. Igen, 15 milliárd forint elment a tűzijátékra, ami elég sok pénz, szerintem. És ez elment egy nap alatt, nem egy nap alatt, egy óra alatt. Nem tudom, mennyi ideig lövöldözték őket, de rekordot döntöttünk majd legalább, hogy milyen kibaszott hosszú, meg milyen szép. Meg hogy milyen szegények vagyunk, és ahhoz képest mennyi pénzt költöttünk rá. Itt inkább ez a rekord. Tehát 30 perc alatt elment, figyelj, ebből amúgy éhező embereknek mehetett volna esetleg mondjuk kórházakat tudtunk volna belőle felújítani, esetleg klimatizálni, de helyeket megcsinálni ezeket a dolgokat, de hát nem baj. Minek? Nem kell az. 20 perc alatt elmegy, eldurrantjuk. 15 milliárd. Nem millió, milliárd. Igen, és még el sem mentem megnézni, pedig ezt mi fizettük, az biztos. Erre ment a 27% adó, meg minden egyéb dolog is. Összedobtuk, srácok. Ott van. Tessék, látni akarod, hova ment az adód? Tessék, ott a tűzijáték. Tessék, ott az adó. Most ezen kívül mit akarsz, hogy esetleg olyan iskolába járjon a gyereked, ahol nem bomlik rá a plafon? Vagy nincsenek patkányok esetleg? Vagy mondjuk megműtenek úgy, hogy nem mászik beléd egy csótány? Ott a tűzijáték. Legyél megelégedve vele, haver.
15 milliárdból, ha nem cég újítaná fel a kórházakat, akkor az összes budapesti kórházat fel lehetne újítani. Hogyha az újításokat nem úgy költenék, hogy az a cég újítja föl, aki ugye a haverod, neked, mint kormány, a haverod, és akkor kétszer annyit fizetsz neki rá, mint amennyit mondjuk egy másik szakember elkért volna, vagy háromszor annyit adott esetben, mert ugye haver csinálja. Így is ugye el lehet lopni a pénzeket. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt most úgy vannak, hogy megkapjuk az EU-s támogatásokat és zsebre rakják. Nem, ezek meg vannak oldva úgy, hogy egy maffia államban élünk. Most ezt muszáj kimondanom, ezek az emberek nem csak a politikusok, akik ellopják, hanem az ismerőseik, családjaik, stb. Legálisan lopnak. Úgy vannak kialakítva a törvények, hogy ezeket meg tudják csinálni. Tehát mondjuk te kapsz egy EU-s támogatást arra, hogy felújítsál egy óvodát, és van egy olyan ismerősöd, aki meg tudja csinálni azt a felújítást. Az összes pénzt neki tudod adni lényegében, és mondjuk a felújításoknak megcsinálja a negyedét. Vagy hogy amennyire elég lenne a negyedét. A maradékot azt meg elrakják zsebre. Úgyhogy úgy ellenőrzik le, hogy tényleg annyit költöttek-e rá, meg ilyenek. El lehet lopni azokat a pénzeket, higgyétek el. És nem csak EU-s támogatásokról beszélünk amúgy, hanem ez így minden lényegében. 200 milliós óvoda a hegyen. Persze, ez teljesen jó. Na jó, mert nézzük tovább, mert nem lesz vége sose, és itt csak izélok. Rendelek nektek. Tehát akkor jól értem, hogy miniszter úrnak az a válasza az eredeti kérdésemre, hogy a kórházaknak vizsgálatot kell indítania ezekkel az állapotokkal kapcsolatban. Az a válaszom, hogy van olyan, ahol Magyar Péter és a Tisza Bárt képviselői nyíltan hazudtak, vagy meghamisították, ami történt. Ahol nem ez a helyzet, és akkor ez egy egyenes állítás, itt is hallottuk, nem volt bezárva a bejárat, nem abban az épületben voltak, és a többi. Ahol ilyen állítás nincsen, ott természetesen a kórház vezetésének választ kell adni ezekre a kérdésekre. Erre valamilyen határidőt esetleg lehetne szabni, miniszter úr? Minden ilyen határidő az észszerű határidő, tehát nem hónapokban mérhető, hanem napokban, vagy ha bonyolultabb a kérdés, akkor egy-két hétben. Tehát mondjuk a következő, vagy az azutáni kormányinfon, hogyha erre rákérdezünk, akkor eredményekről fog tudni beszámolni? Igyekszem a patológiákat is tanulmányozni. Hát vagy ugye a konyha esetében, amit a kormány szóvivő asszony azt mondta, hogy nem penész, hanem... Csak 6 dislike. De hát ezen nem kell legyen dislike, ezt a Telex töltötte fel. A Telex az cool. Telex kérdez tőle jelenleg. Zsír darabkák lógnak le, és az... A kórházán megtette a szükséges intézkedéseket ezen a téren. Tehát szerintem eltávolították? Igen, azt olvastam a közleményükben. Á, most már nincs zsír a plafonon, srácok. Akkor minden okés. De egyébként ön szerint mennyire korrekt az a tájékoztatás például a Szent Imre kórházban, ahol 37,1 fokot mért egy olyan kórteremben, amelyben nem tartózkodott beteg, ezért be is volt zárva, a nővér hozta a kulcsot, az ablakok is csukva voltak, a helyiségben a függönyök nem voltak behúzva, a nap pedig pont betűzött. Kérdezem én. Tehát ez mennyire korrekt tájékoztatás? Én legnagyobb tisztelettel megmaradnék abban a szerepben, hogy én teszem fel a kérdéseket, és önöktől várom a válaszokat. Ez a lényeg a kormányinfónak amúgy. Nem tudom, hogy vágja a hölgy. Ezt én megértem, főleg akkor, hogyha kellemetlen ugye az a kérdés. Azért van kitalálva a kormányinfó, hogy a kellemetlen kérdésekre ne kelljen válaszolni a gazdádnak, haver. Azért vagy ott. Ezt te mondod. Nem szakad le a plafon. Én kimerem mondani azt, hogyha Magyar Péter tényleg egy olyan kórterembe ment be, ahol egy betegse volt, és tényleg nem volt használva, és be volt zárva, akkor lehet, hogy nem ott kellett volna megmutatni azt, hogy hány fok van, de valószínűleg olyan kórterembe meg nem is ment be, ahol betegek feküdnek, mert ugye nem látogathatja őket. Tehát akkor meg melyik másik kórteremet mutatta volna meg? Na igen, ez az, ezt mondom én is, Krisz, tehát azért... Na, ez egy kicsit komplexebb kérdés, de... Jó, oké. Legyen akkor a Magyar Péter egy köcsög azért, mert megmutatott egy üres szobát is, de azért azt láttuk, hogy ott a folyosókon hány fok van. Ott is azért szoktak így járkálni az emberek, meg hasonló, én úgy tudom. De mindegy, nézzük. Jaj, ne, Janka Sebestyén videó. Istenem, Janka. Hozzáadta az 5 centjét ő is. A tűzi játékról fog lézelni. Úristen. Ezt majd ezután. Még nem akarom. Nekem aztán abszolút nem tisztem ilyen kérdésekre. Mehetünk tovább szerintem. Miért nem végezték el több kórházban a klímák kötelező fertőtlenítését? Felmérték ennek az egészségügyi kockázatát? Minden egyes kórházban, egy kórház adott arról jelentést, hogy hogy áll a klímák fertőtlenítésével. Ez folyamatosan történik. Tehát itt nincs egy adott időszak. Nyilván a nyár... Folyamatosan mindig ott vannak az emberek, és... törlik a légkondikat, vágod, de az, hogy bekapcsolják őket, vagy esetleg nem. Van egy darab légkondi egy kórházban, és ott vannak az emberek, és mindig valaki váltja őket. Folyamatosan takarítják őket. Időszakot megelőzően történik. Az egészségügyi államtitkárság azt a tájékoztást kapta, hogy a fertőzések kizárása, megelőzése érdekében a
klímák fertőtlenítése az folyamatos. De az mit jelent, hogy folyamatos, bazd meg? Hogyha valami 10 évente megcsinálsz, ugyanakkor az is folyamatos. Annyira jó amúgy, hogy így kerülik ki a kérdéseket, bazd meg, ilyen average szavakkal, hogy ilyen... És akkor ő mondja azt, hogy általánosítva teszik fel a kérdéseket, meg hogy úgy állítanak, jaj, bazd meg. Ezt azóta is csinálják, és nincs olyan probléma, hogy ebből bármilyen kórházi fertőzés az elmúlt időszakban kialakult volna. Hát de azért fönnáll a lehetősége, hogyha mondjuk nem fél évente. Amúgy én úgy tudom, hogy a klímát fél évente kell takarítani, nem? Vagy valami ilyesmi. Az évente meg kéne csinálni így a nyár előtt, amikor használni is fogod, én úgy tudom. Na de most egy kórházban lehet, hogy egy kicsit többet kéne fertőtleníteni ezeket. Tehát, hogyha évente csinálják a kórházban ezeket a takarításokat, én még azt is amúgy kevésnek találnám. Mert egy kórházról beszélünk, ugyebár, ahol meg elég fontos az, hogy ne legyenek fertőzés. Sterilen kéne ezeknek lenni, ezeknek a termeknek, stb. Ugye a légkondi ez meg kintről bevisz mindent, főleg, hogyha nem takarít. De visszatérhetünk a hőmérsékleti problémára. Több helyen is volt hőmérsékletmérése Magyar Péternek, és volt olyan helyen is, ahol betegek is voltak, és csak nem 40 fokot mértek. Ezt nem tartják problémásnak? Tehát természetesen, hogyha egy kórházban, ahol betegek vannak, ott 40 fok van, az nyilván nem, az problémás. Ettől még tényszerű, hogy sajnos a helyzet az, hogy nagyon sok kórházban a műtőknek mindenhol, gyakorlatilag mindenhol megtörtént a légkondicionálással való ellátása, és nagyon sok kórházban a kórházi várótermek, közös használatú helyiségek, illetve a kórházi termek, tehát a betegosztályok termei is légkondicionáltak. A probléma az a részben abból adódik, hogy a légkondicionálás az kb. 10 fokot tud hűteni. Nagyon hosszú azoknak a kórházaknak a listája, ahol van klíma, de ez 10 fokot tud hűteni. Ez a 25-26 fokos legmagasabb elvárt hőmérsékletet 36 fokig tudja biztosítani. A fölött nem, és a mögött ráadásul hálózati probléma is áll. Tehát én egyetértek azzal. De ez, hogy problémákra hivatkozunk, ahelyett, hogy megcsináljuk, de tényleg mennyi idejük volt rá, bazd meg? 12 éve teljhatalmon vannak. Miről beszélünk? Hány éve vannak? Mikor? Várj, hogy volt? Ja, 10-be. Tehát azóta vannak hatalmon, és tudták ezt, hogy vannak hálózati problémák, meg hogy globális felmelegedés van, minden nyáron egyre melegebb van, és nem gondoltak erre, hogy akkor meg kéne oldani ezeket a problémákat, még mielőtt esetleg elolvadnak az emberek. Ezt nem is értem. Kajak. Erre hivatkoznak, hogy hálózati probléma van. Eddig nem volt amúgy, vagy mi? Most jelentkezett? Hogy lehet egy ilyen dologra hivatkozni? Pénz az biztos, hogy volt rá, csak hát nem oda ment. Hogy le kell vonni a tanulságot abból, hogy egyre melegebb nyarak vannak. Erre ki kell alakítani egészségügyi protokollt is. Nem tartom követendőnek, de csak mégis megjegyzem, hogy mediterrán országokban, tehát ilyen nyarak rendszeresen vannak, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, ilyenkor a halasztható műtéteket automatikusan átütemezik. Mert ott sem tudja. Igen, de ez nem egy mediterrán ország. Tehát ez is egy milyen érv, hogy felhozza azt, hogy a mediterrán országokban, ahol amúgy is k***a meleg van, ott el szokták halasztani műtéteket, hogyha ilyen van. De hát nem egy mediterrán ország vagyunk. Tudják garantálni azt, hogy minden egyes beteg szobában 25 fok legyen, hogyha kint 40 fok van. Egész egyszerűen a hálózat nem bírja el, tehát hiába van klíma, a hálózat nem bírja el. Minden klímát most felmértek, és minden egyes... Hát igen, csak azért a mediterrán országokban gyakrabban van olyan, hogy 40 fok van kint. Ja, hát igen, ezt akartam mondani, ő is amúgy szerintem Alexis, hogy ugye a nyarak melegednek mindig, és akkor most már mediterrán lesz az sem egész Európa, és akkor így tök jó. Akkor halasszuk el a műtéteket ahelyett, hogy meg legyen csinálva normálisan a klíma. A klímát, ahol baj volt, ott a KEF biztosítja a forrásokat arra, hogy azokat kicseréljék, megrendeljék. Itt ráadásul nem egy egyszerű split klímáról van szó, hanem ezek ipari klímák. Ezeknek a megrendelése, javítása, az esetleges alkatrészeknek a beszerzése, az sajnos nem egy nap. Tehát számtalan nehézség van, még azt is elfogadom, hogy jobban. Sajnos nem egy nap. Végül is nem volt rá több évük amúgy. Ez egy új dolog, hogy a nyáron meleg van amúgy, vagy mi? Tényleg úgy beszél egész végig amúgy a Geri, mintha ez egy ilyen új dolog lenne nekik, hogy kezelni kell egy ilyen problémát, hogy nyáron meleg van. Ez cirkusz, és mi ebben élünk. És ipari klímákról beszélünk, az kurva nem csak 10 fokot tud lehűteni. Mit csinálsz? Ne, hallod? Meg ne próbáljon leúrni, meg fogsz halni, macska. Jó van, te vagy a saját sorsod kovácsa.
nem álltadok meg semmi jóban. Nem szabad, hogy betegek 40 fokban legyenek, és azt is látjuk, hogy egyre több olyan nyár lesz, mint amilyen nyár mögöttünk van, de ezt generális kritikaként megfogalmazni, úgyhogy a műtők légkondicionáltak, és a légkondicionálás talán 5 hely kivételével nem elromlott, hanem volt, ahol a 40 fokot nem tudta csak 30-ra lehűteni, vagy 28-ra lehűteni. Ezt egész egyszerűen eltúlzottnak tartom. A birtokunkban van egy olyan levél, ahol a KEF igazgatója tájékoztatja a kórházigazgatókat, hogy a jogszabályi kötelezettség ellenére maradnak el az előírt klímatisztítások. Rendben van ez így, miniszter úr szerint? Illetve azt állította, hogy emiatt nem volt kórházi fertőzés. Onnan lehet tudni, hogy ha volt kórházi fertőzés, az nem emiatt volt például. Én azt javaslom önnek, hogyha ilyen levél van a birtokában, akkor vagy nekem adja oda, vagy az egészségügyi kormányzatnak bocsássa rendelkezésére, nyilván azonnal el fognak rendelni vizsgálatot. Na. Tehát az egy külön... Addig várom. Reméljük, hogy a kormányinfó után odaadták neki, és intézkedik. Úgyhogy ha bárhol bármilyen fertőtlenítés nem történt meg, klíma ellenőrzés nem történt meg, az természetesen fegyelmi felelősség mellett ki kell vizsgálni. Így van. De... és azt nem tudom megmondani, hogy az ország több mint 100 kórházából nem volt-e néhány, ahol ilyen történt, csak remélem tudom, hogy nem, de hogyha erre vonatkozó írásbeli bizonyíték van, akkor természetesen mindenkinek az érdeke, hogy az ezzel kapcsolatos eljárást, adott esetben fegyelmi eljárást folytassuk le. A kórházakért felelős BM az erre vonatkozó kérdésünkre nem adott nekünk választ. Ha van egy ilyen levél a birtokban, akkor juttassák el hozzá. Egy ombudsmani jelentés 2021-ben felhívta rá a figyelmet, hogy fejleszteni kéne a kórházak klimatizálását. Ehhez képest ez 2024-re sem rendeződött megnyugtatóan. Ki ennek a felelőse? Magyar Péter. Én már tudom a választ. Vagy a Gyurcsány volt. Valamelyik a kettő közül. Lehet, hogy kézenfogva voltak felelősök. Természetesen akkor megnyugtató a kórházak klimatizálása, hogyha abnormális időjárási körülmények mellett is mindenhol 23-24 fok van. De ez nem azt jelenti, hogy az elmúlt években ne történt volna meg a műtő klimatizálása, teljes körülön számtalan kórtermnek a klimatizálása. Szent Imre kórház 90%-a ma teljesen klimatizált. Ilyen helyzetekben meg tudják oldani, hogy ott legyenek betegek, ahol csak klimatizált kórtermek vannak. Léptünk előre, nagyobbat egyetértek, még nagyobbat és gyorsabban kell előrelépni. És mi akadályozta meg az elmúlt 5 évben a kormányt abban, hogy még nagyobbat és gyorsabban? Költségvetés? Igyekszünk a forrásokat, rendelkezésre álló forrásokat jól elosztani. Erre is szántunk jelentős forrásokat. Különböző, van amire tudunk költeni, van amire nem. Az elmúlt években ismert gazdasági nehézségek voltak, talán nem is a magyar kormány miatt álltak elő, ennek ellenére is jelentős összegeket költöttünk a klimatizálásra. Azt tudom, sose szerencsés összehasonlítani más kiadásokkal, de például a reptérre 1200 milliárdot költött a kormány, a Vodafone-ra, ha jól emlékszem, 500 milliárdot most például. Ezt akartam mondani én is amúgy, hogy a repteret is megvették, meg a Vodafone-t is. A tűzijátékra 15 milliárdot helyén vannak a prioritásai a kormánynak, látva a jelen helyzetet a kórházakban, hogy beteg emberek fekszenek olyan kórtermekben, ahol 35-36 fok van. Akartam ennyire... általánosan az egészséggel foglalkozni, de nem vagyok egyébként ellene. Tehát azért, hogy hol vannak a prioritások, mégiscsak ne felejtsük azt el, hogy ezelőtt 4 évvel, tehát amikor a Covid-válság kitört, és azért azóta a magyar gazdaság helyzete nehéz volt, mert ahogy véget ért a Covid, utána kezdődött az orosz háború. Ja, igen, a háború meg a Covid, az meg amiatt nincs pénz. Igaz, hogy minden másra volt, de a háború meg a Covid az fogta magát, és kicélozta, belement a kasszába a Covid, és elvitte azt a pénzt, amit a kórházakra akartatok szánni, nem? Így fogta magát a vírus, így a két lábával bement a fiókba, és kivette a pénzt. A Covid és a háború. A háború vette el a pénzt. Hát pedig félre volt rakva. 14 év, figyelj, 14 éves adatokat kell összehasonlítani mostani adatokkal. Nem tudom, hogy ezek az adatok amúgy hogy jöttek ide, mert itt a kérdés ez nem erről szólt, de hát ilyen baj, hogyha adatokat dobálozunk, akkor okosabbnak tűnünk, mint a kérdező, és ez elég, gondolom. Mondjuk, hogyha a béreket nézzük csak forrás elosztásnak. Én nem ezt kérdőjeleztem meg, hogy elég orvos, de mégis, ha megengedi, mert szerintem jól mutatja, hogy mi az, ami azt kérdezte, hogy mi a prioritás a kormány számára, és mire mennyit költöttünk. Egy orvos, hogy euróban mondjam önnek, 2010-ben egy kezdő orvos 465 eurót keresett, tehát az inflációt ki tudjuk zárni, azért mondom euróban, most 1748 eurót, és hogyha pedig azt nézzük, hogy egy olyan orvos, aki már néhány évtizede praktizál,
mennyit keres, akkor ott a 600 euróval áll szemben közel 5000 euró. Tehát ennyit ezekre költöttünk, ezek voltak a prioritások az egész. Ja, értem. Ezek voltak az egészségügyben prioritások. De egy kicsit, hogyha többet költöttek volna rá, vagy mondjuk a tűzijátékra mondjuk nem ennyit költöttek volna, hanem mondjuk csak egy ilyen 1 milliárd forintos tűzijáték lett volna, szerintem az is jól nézett volna ki amúgy. Van olyan érzésem, hogy lehet, hogy ezek a drónok, az kicsit overkill. Euróban mondom, hogy az átlag ne értse. Én is erre gondoltam, de amúgy tényleg az infláció miatt amúgy lehet, hogy jobb, hogy euróban mondja. De hát figyelj, nem baj, kellettek ezek a dolgok. Meg kellett venni a Vodafont is, a Repteret is, és a tűzijátéknak is le kellett mennie. Hát igen. Igen, és prioritás volt. Ma lényeg, és az ápolói béreknél is, természetesen mindig lehet tovább emelni, de azokat is megsokszoroztuk. És igyekeztünk költeni a kórházak felújítására. Budapesten majdnem 70 milliárdos programból újítottunk föl, és ennek a légkondicionálók is részét képezték, várótermeket, közösségi helyiségeket, kórtermeket. Természetesen mindig lehet többet költeni, és nem is vitatom ennek az igénynek a megalapozottságát. Csak azt mondani, hogy az egészségügyet ne kezeltük volna kiemelten, aztán az említett adatokból is látszik, hogy nem helytálló állítás. Ez zseniális. Na nézzük meg, hogy... Milyen volt Európa legszebb és legnagyobb tűzijátéka? Milyen volt Európa legszebb és legnagyobb tűzijátéka? Nézzük meg, mit mond a Janka erről. Ő is hozzáadta az 5 centjét, de előtte el kell menjek húlyozni, mert van egy olyan érzésem, hogy nem 2 perc lesz végignézni ezt a videót, akár annyira is 2-t ír a TikTok, ez hazugság, ez egy nagy hazugság. Le van árazva a Montesnek a Tesco-ba, és mondom, finom. Sokkal jobb, mint a Kinder teljesen lesz. Milyen volt Európa legszebb és legnagyobb tűzijátéka? Wow! Éj jó! Ég az adóm! Azt mit csináltuk, srácok? Azt nézd! Az zöld, mint a dollárok, amit elköltöttünk erre. Folytatja a véleménnyel majd. Na de most nem feltétlen csak ömlengeni akartam, hogy milyen szép, hanem inkább arról akartam beszélni, hogy miért van az, hogy minden évben, de tényleg minden évben a lipsi politikusok meg a megmondóik nekiállnak ekézni az ünneplést. Minden évben menetrendszerint támadják a liberálisok, mindig bajuk van azzal, ha a nemzet ünnepléséről van szó. Nemzeti büszkeség megélése nekik nem opció. Nem ez a baj, Janka, tudtam, hogy támputus vagy. Nem ezzel van a probléma. Hogyha beleférne a kormányunknak és a társadalomnak, hogy 15 milliárd forintot elköltsünk csak így a semmire, lényegében, akkor ez indokolt lenne, és mindenki teljesen okés lenne ezzel, mert úgy érzi magát, hogy ez a magyar nemzetiség benne van, és hogy ezt meg kell ünnepelni, és nagyon jó neki ez. Ez így okés lenne. Csak az a baj, hogy ez az ország ez nem teheti ezt meg. Ráadásul új évkor is van tűzijáték. Minek amúgy minden évben 2? Nem elég 1? Vagy akkor ne legyen új évkor? Vagy nem tudom. Annyira semmi értelme nincsen. Ez tényleg csak elégetjük a kurva pénzt. Úgy, hogy amúgy rengeteg pénzre lenne szüksége az országnak. És te is nagyon jól tudod, hogy azok az emberek, akik téged fizetnek, azok nem a jót akarják. Tehát ez neked lehet, hogy jó, hogy elmondod az ő álláspontjukat, mert kapsz érte pénzt, de nagyon jól tudod te is, Janka, hogy kurvára nem ezt gondolod. Csak fizetnek azért, hogy ezt gondold. Vagy hogy ezt mond. És én nem tudom elhinni azt, hogy ő tényleg ezt gondolja, annak ellenére, hogy mennyi minden megtörtént az elmúlt évek során. És mennyi negatív dolog történt a kormánnyal kapcsolatban. Én nem tudom elhinni, hogy ő még mindig tényleg ezt gondolja. Vagy én vagyok túl naív. Lesznek valaha saját gondolatai? Mit gondoltok, chat? Mindig támadni kell, nem lehet, hogy hagyják, hogy az emberek ezt nyugodtan megéljék. Pedig a nemzeti büszkeség, az összetartozás, a nemzeti egység, meg a hagyományok mellett az ünnep még bizony a turizmuson is lendít. Hát ezekben igen. A napokban rengetegen kerekednek fel és jönnek fel. Szent István király is azt szerette volna, hogy legyen tűzijáték, nem? Az melyik hagyományok tűzijátékot kell csinálni az ünnepléshez? Amúgy.
Az hol van leírva a hagyományok könyvébe, hogy drónok meg tűzijáték kell? Hogyha már annyira meg akarjuk őrizni a hagyományokat, akkor nem lehet, hogy pont olyan dolgokkal kéne megőrizni ezt, amik esetleg nem kerülnek ilyen sokba, és nem ilyen modern dolgok, úgymond. Azt a magyarságot azt nem feltétlenül tűzijátékkal kell ünnepelni szerintem. Nem hiszem, hogy mondjuk tűzijáték nélkül sokkal rosszabb lenne ez az ünnep. Mert én úgy vagyok vele, hogy én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember az 20-án annak örül, hogy nem kell mennie dolgozni. Nem pedig annak, hogy most, úristen, ő mekkora magyar. Tehát, ja, én amondó vagyok, hogy az embereknek egy része nem is tudja azt, hogy miért vannak ezek a tűzijátékok amúgy, mert olyan buta embereket nevel ki a magyar oktatási rendszer, hogy ezeket amúgy nem jegyzi meg, nem fontos neki. Ma este drónt teszünk anyuval, apu lőtte vacsorára. Let's go! Mondjuk vidékről Budapestre, vagy mennek amúgy más nagyvárosokba. Nyüzsgé... Ja igen, a vidékről mennek az emberek megnézni a tűzijátékot, teljesen jó. Legalább így a MÁV-nak is jön belőle egy kis bevétel. És van események, aminek a nagy lezárása a tűzijáték. De képzeljétek, nem csak magyarok látogatják ezeket az eseményeket, hanem külföldről is érkeznek ezért vendégek. Ezt már csak TikTok videókból is tudom, rengetegen ámulnak a magyar ünneplésen. Akkor visszahozza a 15 milliárd forintot a turizmusba, lesz szeretnéd mondani, Janka? Mert ez elég komoly állítás lenne. Augusztus 20-ai rendezvényekben, meg főleg a tűzijátékokban ott van a potenciál, hogy mondjuk Budapest Eiffel-tornya legyen. Amiért megéri ide látogatni, igen. Amiért megéri a magyarok... Még az Eiffel-tornya, azt csak egyszer kellett kifizetni, Janka. Azt nem fizetjük minden évben, és nem az adófizetők pénzéből építették valószínűleg az Eiffel-tornyot, bár nem tudom, nem vagyok otthon ebben, de van egy sejtésem, hogy nem az adófizetők pénzéből építették azt oda. De jó, oké, hát akkor legyen a tűzijáték Budapest Eiffel-tornya, az meg hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Istenem! Meg a külföldieknek is elindulni a fővárosba. Ez Budapest egyik olyan látványossága, ahol megmutatjuk, hogy mennyire szeretjük a hazánkat, és mennyire nem engedünk a hagyományainkból. Ezért... Igen, de a forintjainkból engedünk, Janka. Azt nem szeretnéd elmondani itt az embereknek, akiknek propagálsz, hogy mennyibe került ez nekünk, nekik, akikhez beszélsz éppen. Nem fogom soha megérteni, hogy miért jó a liberálisoknak, hogy mindig ellene vannak. Ha ők vezetnék az országot, mi történne a nemzeti ünnepekkel? Semmi méltó ünneplés, csak egy nap lenne a naptárban augusztus 20-a, meg március 15-e, vagy október 23-a. Én ezt a napot méltó ünneplés, meg a nemzeti büszkeség megélése nélkül el se tudnám képzelni. Yikes. El tudom képzelni, Janka fel kell március 15-én, és piros-fehér-zöldben dobban a szíve. Az első dobbanás, amit bum, és szól a himnusz a fülébe, meg ilyenek vágod. Így tudom elképzelni. Adjuk már. Akkora álszentség. Akkora kibaszott álszentség. Adjuk már. Kapros 1337 mondja, az a baj, hogy rengeteg olyan ember van, akinek pénz se kell ahhoz, hogy ezt mondják fele más érzések. Hát, ez meg a másik. Igen. Ez a szomorúbb verzió. Valakinek a krumpli is elég hozzá. A szülinapom nem másabb. Hát igen, érted, a születésnapomat nem kezelem úgy, hogy most úristen. Mi van akkor, ha Jankának születésnapja van, ne adj Isten, egy évben egyszer, akkor mi történik? Akkor hogy kell föl? Rólam szól a világ! Ez a játék fantasztikus volt. Több mint 10 millió gyerek és felnőtt örömére világszerte. Világszerte! Köszönjük Magyarország! Azt a kurva! Hallod? János, menj el Amerikába, sétálj végig bármelyik utcába, kérdezzél meg 100 embert, hogy látták-e a magyar tűzijátékot. Hogyha egyet találsz, fizetek. De amikor Gyurcsány 1 milliárdból csinálta, Orbán ki volt akadva, most 15-ből van. Volt ilyen amúgy, hogy az Orbán volt kiakadva? Azért, mert a Gyurcsány csinálta a tűzijátékot? Tényleg volt ilyen? Hát biztos amúgy lehet egységes amúgy. Ezt jó lenne, hogy egy ilyen klippet esetleg megtalálni. Nem mehettek haza az emberek. Szeretnénk hazanába! Mikor mehetünk át? Ott van, mondják, te van telefon, kérdezze meg, mikor mehetünk át! Miért nem basszuk a patkányokat, fizikátok, hogy megkülönböztetek jelzés, amit te meg itt szívatnak? Arra jó, hogy nem nézd a szemébe, a patkányokat én is! Haza szeretnénk menni! Hát amúgy igen, az utolsó vonatot is el kéne érnie ugyebár valakinek még, de hát nem lehet átmenni a hídon, bazd meg, le volt zárva.
Na, Isten megnyomor, teljesen jó. Kilóg az ember a buszból, baszod. Na, jó lehetett a tűzijáték, ennyire jó volt. Janka is ott volt, gondolom, a buszon, ott nyomorgott a buszon. Erre szavazzatok, hát. Őzlágdat. TikTok elterjedésével a legnépszerűbb hazai és külföldi politikusok sem kerülik meg a leginkább fiatalok által használt platformot. Sőt, láthatóan egyre nagyobb elánnal igyekeznek a TikTokra is tartalmat gyártani. Tarolt a kormány fő a leginkább fiatalok által használt TikTokon, ahol Karácsony még éppen elcsípte a dobogót, Gyurcsány Ferenc nem túl népszerű, Magyar Péter pedig le van maradva. Mennyi követője van a TikTokon? Az Orbánnak 200 ezer. Hát az nagyon sok ember. Ahhoz képest, hogy mennyien élünk. Második helyen Torockai László van, 125 ezer követővel. És Karácsony Gergely 96 ezer követővel a TikTokon. Meg lehet nézni, hogy a követői azok botoltak-e amúgy? Engem az nagyon érdekelne. Bár szerintem 200k-t csak össze tudsz szedni. Szerintem 200k-t még én is össze tudnék szedni amúgy a TikTokon. Nem nehéz. Amúgy. Főleg, hogyha te vagy a miniszterelnök. Na mindegy. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál. Donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.